Sziasztok! Az az ötödik rész a vendéglátós sorozatomba, és ma fogunk beszélni a poharakról. Nagyon sok pohár létezik a világon, és nem fogunk tudni beszélni erről az egészről egy ilyen 10 perces videóba. Azért a standard és a legfontosabb poharakról fogunk beszélni ma. Ha érdekel, tarts velem! Próbálok egy kis rendszert csinálni, hogy magyarázom nektek azokat a poharakat, azért kategorizáltam valamilyen féleképpen, remélem, hogy egyszerű is lesz így nektek. Az első kategória azok a üdítő italok, ásványvizek. Azoknak ugye long drink pohár, vagy valamilyen cég használ talpas poharakat, itt igazából ne is menjünk bele, mert minden cég határozza, hogy milyen poharakat kell használni, és miben lehet szervírozni azt az italt. Azért menjünk is tovább. Borpárlat poharak. A borpárlat poharak kategória alatt tudom sorolni a pezsgőt, a pezsgős pohár, a boros pohár, a vörös, a rozé, meg fehér, meg a konyak pohár. A pezsgős pohár az egyértelmű, hogy néz ki, különbözik a hossza, a mérete, de ugyanaz szinte. A boros poharaknál a vörös bor az olyan öblösebb, szélesebb poharakat használnak, mivel itt nincs hűtve az ital, így szélesebb felületen tudnak szabadulni az aromák és az illatok. A következő az a rozé meg a fehér. A rozé meg a fehér szinte ugyanaz a pohárt lehet használni nála, kivéve, hogyha nem egy borozóba mész, és ott meg van szabva, hogy milyen pohárba, milyen típusú fehér vagy rozé bort használnak. Mivel hűtött italról beszélünk, itt keskenyebb felületen adja ki az aromát, vagyis koncentrálja az aromákat, hogy lehessen jobban élvezni ezeket. Következő az a konyakos pohár. A konyakos pohár az egy öblösebb, alacsonyabb talpú pohár, és mivel a konyakat úgy kell szervírozni, hogy a poharat az gőzölni kell előtte, azért nem használunk jeget bele, és ugye a talpas pohár az a hagyományos konyak szervírozásra. Sörös poharak, korsó pohár, itt. Igazából nincs miről beszélni, mert különbözik a forma, különbözik a méret. És nagyon ritka, hogy van olyan hely, ahol saját poharakkal dolgozik, és nem céges poharakkal. Menjünk tovább. Sattos pohár. Sattos pohárba szervírozunk általában égetett szesz, vagyis tömény szeszeket. Például a tekilát. Vagyis vannak olyan sattok, ami csősattnak lehet nevezni, itt ugye koktélokra használjuk, például a B52. Long drink poharak. Long drink poharakat az a egyenes faló pohár, amivel lehet szervírozni vodka szódát, gin tonic, akár a vodka narancsot, és azokat a poharakat valaki kulincos pohárnak nevezi, igazából a kulincos az ilyen kicsit nyitottabb pohár, bele lehet szervírozni a gin tonicot, de igazából a kulincos pohár a Tom Collins megnevezető koktélból jött ki a megnevezés, az már egy koktél és nem egy long drink. Jó, old fashion pohár. Old fashion pohár azok a poharak, amivel szoktunk szervírozni bele a viszkit.
vagy a whisky tartalmú krémlikörök, és van az old fashion pohárba ilyen magasabb old fashion poharak, ami igazából bizonyos cégek használják koktél pohárnak is, de vannak olyan cégek, ami akár long drink pohárnak is használják. Koktélos poharak. Koktélos poharaknál az első pohár az a tulipán pohár. Egy Sex on the Beach-et lehet szervezni bele, vagy egy piña coladát, vagy egy tequila sunrise-ot. Következő az Y pohár. Az Y pohár az a nevéből lehet tudni, hogy hogy néz ki. Abba lehet szervezni például a Martinikat, vagy a Cosmopolitant, vagy a Daiquirit. Margarita pohár. A nevéből lehet tudni, hogy milyen koktélt szervírozunk bele. Nagyon rosszul érint engem, mikor láttam olyan helyeken, ahol egy Y pohárban szervírozzák a margaritát, mikor direkt ki van találva az a pohár ennek a koktélnak. Hullám, abban a pohárban szoktuk szervírozni például a zombit, a Mai Tai, akár a Speed nevezető koktélt is. A bambusz pohár. Igazából egy hosszított, átalakított long drink pohár, így lehet nevezni, és abban szervírozunk a Cuba Libre-t például, vagy a Bloody Mary-t. A Napoli Grande pohár. A Napoli Grande pohár az a pohár, amiben szoktunk szervírozni a Long Island Iced Tea, vagy a Riccacone-t. Vannak még a meleg italos poharak, csészék, igazság szerint itt már teák, kávékről beszélünk, ami igazából szinte egyértelmű, és nem kell róla beszélni. Abból az egész pont, amit kell jegyezni. Sattos pohár, sima, csősatt, korsó, pohár, vörösbor, öblös, a rozé, még a fehér, keskenyebb, konyak, alacsony, öblös, long drink, old fashion, koktél poharaknál, tulipán, Y, margarita pohár, hullám, bambusz, Napoli Grande. Ide értünk a rész végére, ha tetszett neked az a rész, akkor iratkozzál fel. És remélem, hogy hasznos volt mindenkinek. Sziasztok!